Ő az optimizmus, én is azt mondjam, hogy tehát kiállítóink, nagy-nagy szeretettel köszöntöm önöket, és köszönöm, hogy megtisztelték a kiállításunkat. Ilyen szép számmal. Én nem is húznám a szót, én átadnám Csongrádváros polgármesterének a szót, hogy nyissa meg a kiállítást dr. Pőrösi Tibornak. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm azt a közel 800 őrültet, aki ide benevezett. Engedjék meg, ebbe semmiféle rossz, negatív ér nincsen. Melyem és én is őrültek vagyunk, voltunk, mi oroszfagarasok vagyunk, tehát jártunk ilyen rendezvényeken igen szép számmal. Aztán amióta gyerekek vannak, azóta nincs oroszfagár, mert a 2 éves gyereknél kicsit nagyobb az oroszfagár, de lesznek, ezt ígérhetem. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy vendégül láthatjuk itt önöket, és megtiszteltek bennünket ezen a rendezvényen. Elmondanám, hogy az elmúlt 2 hétben én nem úgy dolgoztam, mint egy szokásos normál 2 hétben, mert olyankor az árfolyamokat nézem, gazdasági jelenségeket nézek, most meg az időjárás kellett néznem. A múlt héten március 15-e miatt, utána pedig a mai rendezvény miatt kellett aggódni. Hála a jó Istennek, ha lehet ilyet mondani, ez még egy egészen jó idő az elmúlt heteket tekintve, bár március 22-e, 23-ára azért nem egészen ezt vártuk. Valahol azért mégis szerencsénk van. Talán a szó legszorosabb értelmével ránk mosolyog majd a Jóisten és a napocska, talán lesz még napsütés. Én mindezek ellenére, hogy most ilyen az idő, bízom benne, hogy egy nagyon-nagyon jó verseny fog itt lezajlani ma. Külön köszönöm a verseny megrendezését azoknak, akik segítségünkre voltak, Kálai Zsuzsának, Kádár Attilának és a nagyon-nagyon sok segítőnek, annak a 15 bírónak, magyar nemzetközi bírónak, akik itt vannak és segítik munkánkat. És természetesen köszönöm önöknek, hogy megtisztelnek bennünket ezen a rendezvényen, amely első Csongrádon, természetesen nem az utolsó. Várjuk önöket mindig szeretettel. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. A kiállítást ezennel megnyitom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Jó napot kívánok! Én a bírók nevében szintén nagy szeretettel köszöntöm a kiállítókat, illetve a vendégeket. Egy fantasztikus, kellemetlen napon, egy fantasztikus magyar viszonyok, mai magyar viszonyok között egy fantasztikus, szép nevezési létszám. 800 nevezés érkezett a mai kiállításra. Köszönhető ez, gondolom, a bírói névsornak. Gondolok itt arra, hogy a Szerbiából érkezett bíró barátaink sokan először bírálnak Magyarországon, illetve bizonyos fajtákat először bírálnak. Ugyanez igaz a tavalyi évben végzett magyar bírókra, akik most már egy igen szép repertoárral rendelkeznek, és többen ma itt bemutatkoznak. Teljes fajta csoporttal, illetve csoporton belül teljes fajta társasággal, mondok itt például a magyar pásztorokra, de komplett csoport az agarakra. Engedjék meg, hogy néhány technikai kérdést elmondjak. Mindjárt ott kezdem, hogy a 9-es fajta csoportban ma egy ifjú szerb bíró, Vojislav Dagisztáni úr fog bírálni. Őt nem láthatják itt, nem köszönhetjük itt a megnyitón. Úgy beszéltük meg tegnap este, hogy tekintettel a 116 kutyára ő már elkezdett bírálni, és végcsinálja, függetlenül az FCI szabályok szerint nem kellene neki leíró bírálatot, ő bevállalta, hogy ha nem is minden kutyát és nem minden korcsoportot osztály, de nagyjából leírja a kutyákat. Bízunk benne, hogy mire sor kerül az ő bírálatára a Westin Show-ba, addigra végezni fog. Amúgy a bírálatok a program szerint 10 órakor kezdődnek, a Best in Show viszont 2 órakor elkezdenénk, 14:30-ra van kiírva. Ez alatt úgy értem, hogy 2 órakor a gyerekkutyapár, illetve a junior handlerek bírálata fog kezdődni, és én ígérem, hogy 4 óra körül, mire megjön a nagy hideg, addigra
mindenki indulhat haza. Engedjék meg, hogy akkor bemutassam a bírókat, akik ide jöttek, és mondjam, hogy melyik körben bírálnak. Az egyes bírói körben Siklósi Béla. Ő a második rekord, ez kereken 100 kutyával fog ma elbírni. Kettes körbe egy már név nélkül említett ifjú, kiváló bíró kollégánk Antal Ferenc mutatkozik be, az összes magyar fajtát fogja bírálni. A hármas bírói körbe Szerbiával érkezett vendégünk, de ezen a környéken nem került bemutatni, Boros Gyevi Dániel. Dobermanokat, schnauzereket és egyéb kettes fajta csoportos fajtákat. Négyes körbe egy szintén ifjú kezdő kolléga, bár nem először bírál már itt, viszont egy fantasztikus nevezés érkezett. Csak boxer bírál specialista, 32 kutyával szeretettel köszöntöm és gratulálok Lázár Györgynek. Éppen este beszélgettünk, hogy ez a 20-30 évvel ezelőtti boxeres világot idézi föl nekünk ez a 32 boxer. Magyar ember, de Szerbiából érkezett a Vajdaságból régi jó barátunk és ismerősünk Orcsik István, ő az ötös körben bírál. Gondolom nem kell bemutatni a kutyásoknak, mindenki állításon találkozhatunk vele. Bosnyák Tibor szintén a Vajdaságból. A hetes bírói körben dr. Balogh Katalin, a kettes fajtacsoportból a masztív féléket fogja bírálni ma. Nyolcas bírói körbe, szintén szép nevezéssel, egy terrier specialista Szerbiából, Mikalácski Zsárko, Zsárko Mikalácski. Az összes terrier, ő a nyolcas körben. Kilences körben jó magam, bírálom a Kardos Vilmos vagyok, a hatos, illetve a nyolcas fajta csoportból bizonyos fajtákat. Tízes bírói körben a vizslákat, illetve a nyolcas körből nem mind a vizslákat, a hetes fajta csoportot, Sinisa Pavlovics. Említettem már, 11-es körben reményeim szerint már bírál Vojislav Dagisztáni. És a 12-es körben ismét egy új bíró, innen a szomszédból, Szentesről szeretettel köszöntjük Juhász Csillát, aki az összes agarat bírálja, nagyon szép nevezést kapott. Elmondom a délutáni programot, tehát 2 órakor Juhász Csilla kezd a fiatal felvezetők versenyével, ez lesz itt a Westin Show kör. Tehát ő kezd 2 órakor. Őt a program szerint a kutyapárok versenyét bíráló Al-Dagisztáni úr következne, amennyiben nem végez, majd valaki helyettesíteni fogja. A tenyész csoportokat ma Orcsik István bírálja, a Baby Westin Show-t Siklósi Béla, a Kölyök Westin Show-t dr. Balogh Katalin, a Veterán Westin Show-t Sinisa Pavlovics, a legszebb magyar fajtát ma egy magyar pásztor specialista Antal Ferenc bírálja, a legszebb csongrádi kutyát Boros Gyevi Dániel Szerbiából, a teljes pártatlanság jegyében. Az egyes fajta csoportot Siklósi Béla, kettes Balogh Katalin, a hármas a terrierek csoportját Zsárkó Mikalácski, négyes fajta csoportot Orcsik István, ők bírálják egyébként a ringbe is ezt a csoportot, ötös, hatos fajta csoportot Bosnyák Tibor, a hetes fajta csoportot Sinisa Pavlovics, a nyolcas, tehát spanielek, retrieverek fajta csoportját jó magam, kilences fajta csoportot is elégre van biztos végez, Vojislav, tehát Vojislav Dagisztáni, a 10-es fajta csoportot Juhász Csilla, a Junior Westin Show, tehát a legszebb kutya, a legszebb fiatal kutya kiválasztására Siklósi Bélát kértem föl a mai nap, és engedelmükkel a Westin Show-t a mai nap én választanám. Kívánok Önöknek sikeres, kellemes élményekkel teli napot, ne essen az eső, ez a lényeg, a többit kibírjuk. Akkor sok sikert is mindenkinek!